Köszönöm azokat az embereket, akik itt megtaláltak ilyen nehéz időben is az utat a stadionba, igazi szurkolók. Nagyon nehéz időben játszottunk, azt mondom, hogy fél négykor nagyon nehéz nyáron játszani, főleg ilyen melegben. De mind a két csapat nagyon jó tempóban tudott játszani, hál' Istennek csak egy baj volt a Kecskemét oldalán, egy rosszul lét. De visszatérve a mérkőzéshez, nagyon jó indult számunkra a mérkőzés, és már azt hiszem, hogy a harmadik, már marasan szokjuk meg, hogy a harmadik mérkőzésen a harmadik gól nincs megadva valami 3D rendszer miatt, vagy valami visszahúzás miatt. Ha ott előnybe kerül a csapatom a góllal, a Koli góljával, akkor gondolom másképp alakult volna ez a mai mérkőzés. Az első fél időben volt még két jó helyzetünk. Sajnos, amit most ismételtem nemrég, és most megismétlem, az ellenfél 56. percben rúgott első lövést a Markek Tomi kapujára akcióból. 2-11-esből előnybe az ellenfél, két hibából. Szóval nem lehetek elégedett főleg a jobb oldalú védekező munkánkkal. Ebben esetben az új játékos, a Macéres nagyon átlag alatt teljesített, és azt hiszem, hogy majdnem, hogy az összes gólt jobb oldalról kaptuk, megtalálták az ellenfél a gyenge pontunkat ezen a mérkőzésen. Úgy éreztem, 2-1-nél még vissza leszünk a mérkőzésbe. Sajnos megtört a bizalom 3-1-nél, úgy éreztem, hogy a csapatom egy kicsit visszaesett már, de 2-1-nél meg volt a lehetőség, és ott voltunk a mérkőzésben. De megint ugyanazok a betegségek érintettek minket az első félidőben. Lame Nicoli 100%-os gólhelyzetje az ígyszerek 1-1-be. Itt ezek olyan döntő pillanatok, ilyen nehéz mérkőzésen, hogyha hátrányban vagy, hogy ebből gólokat kell szerezni. Szóval 3-1-nél úgy azt gondolom, hogy kicsúszott a kezünkből a mérkőzés, vagy az a lehetőség, hogy eredménybe visszatérjünk a mérkőzésbe. Játéképpen nem volt rossz, de az eredmény lesz. Számomra nagyon rossz, és volt egy pár gyengébb indulás teljesítményünk ezen a mérkőzésen. Az időjárás mind a két csapatnak egyforma volt, nem ideális, sajnos ezt mondtam is, hogy nagyon életveszély volt 36 fokba fél négykor játszani, de én sajnálom azt a játékot, amit mutattunk, nagyon az eredmény nem annyit mutatta, amit játszottunk, de ezek a büntetések jöttek automatikusan a 100%-os zicsereink nem kihasználásából. Olyan hibákat, amit elkövettünk a védelembe, ismétlem a 2-11-est, hogy megbotlik a játékosod és fölbotja a ellenfél játékosát, az helyett, hogy te előnybe kerülj, te hátrányba kerülsz, és nem egyel, de 2-11-essel. Itt profi szinten nincs is miről beszélni. Hogyha az ellenfél stabil, akkor nehéz már visszajönni a mérkőzésbe. Ezzel még megpróbálkoztunk 2-1-nél, de sajnos azt mondom, hogy megint hiányoltam a helyzet kihasználást, és oda kell jobban figyelni a labdolgokba, főleg a védekezésbe. És ez főleg az új játékost érinti, Quintin Mascherest, aki a Young Boys-ból igazolt, egy tapasztalt játékos. Őneki egyértelműen jobban kell megoldani a feladatját, ha a kezdőcsapatba kap lehetőséget. Amúgy a hozzáállással nem volt semmi gondom, mondom, mind a két oldalra, a lelkalappal mind a két csapat küzdött, és tényleg a hőség irányt féltettem őket, mind a két, ugye a hazai csapat, de miénket egy kisebb-nagyobb baleset kikerülése után minden lejátszódott, sajnos nem a mi részünkre. Még egyszer gratulálok a Kecskemétnek az elért eredményhez.